Kérem szépen, ez az utolsó toronydarú, a legnagyobb toronydarúnak az alapja. Egy iszonyatos mély és nagy komplexum. Körbe van lemezelve. Hát ez egy nagyon komoly. Ez egy nagyon komoly dolog. Már olyan mély messze van egyébként, hogy egy külön darú emelővel vasalást ide. Egy külön teleszkopos darut hívtak tegnap, egy Liebherr darut, egy Dautó darut. Ami ide beemel a vasalásra, ami már munkagéppen nem tudjuk, nem érjük el a túloldalát. Brutális. Elképesztően brutális. Alap. Iszonyatos. Vízcső, gázcsat oldalt felkötve, levegőbe lóg. Na nézzük meg, hogy mit csinált ezek a másik cég itt a lenti alapba. Ajjaj. Van itt munkra bőven, kérem szépen. Hogy tart közelebb menni valamennyire? Hát nagyon nem. Hát itt van Görendák rész alatti terület, jó ki van szedve, jó mélyre. Ez igen. Ez igen. Brutális. Brutális. Ez a Gerenda támasz, ez a cülöpös támasztás, ez valami elképesztő. Itt látszik, hogy mennyivel lesz, hány emelet lesz a talajszint alatt. Egy toronyháznak azért egy toronyház általában nem sok felfelé építkezik, hanem lefelé is van néhány emelet. Igen. Elképesztő. Ez a támasztások. Hát ja. Akasztófát már felállították. Aki védte a munkabiztonsági szabályok ellen, azt ide fogják felhúzni. Kérem szépen. Ezt mindenki látja a munkatár minden részéről. Elrettentő példa. Lourdes Niffort, bazd meg. Lourdes Niffort. Nem veszel fel kesztyűt? Lourdes Niffort. Nincs védőszemeged? Lourdes Niffort. Kérem szépen. Ide felhúznak mindenkit. Az a távolban azok a kék korlátokra bekerített terület szintén ki van szedve, ott a cölöpök nagyon sűrűn vannak, nagy 80 centis átmérő cölöpök. Oda fognak majd kerülni az ilyen ketrecek, amik az épület vasalását tartalmazzák, az alapvasalását tartalmazzák, azok a ketrecek, ilyen előre összeszerelt vasalások. Nem itt szerelik össze, mint a toronydarú alapját, hanem láttam valamelyre, hogy teherautóval hozták. És ott innét, hogy a kamerában nem látszik, hogy az egy, mert belé is van rakva az egyik. Úgyhogy, hát igen. Jó reggelt kívánok! Augusztus 22-én szerdán reggel ezen a felhős borús reggelen White City-ben. Hát egyedül vagyok otthon, a család Magyarországon van. Kezdett regenerálódni. Ezt nem mondjátok az asszonynak, mert megöl.
kezdek regenerálódni. Egy éves folyamatos nyomás, pszichikai nyomás alól kezdek egy kicsit felszabadulni. Szóval most még jövő hét végéig egyedül vagyok otthon. Hát úgy néz ki a lakás már most, mint egy legény lakás. Ne részletezzük. Úgy mondjam, ne részletezzük. Jobb, ha nem látja senki. De jó ez, nincs ezzel baj. Ilyen is kell. Ilyen is kell, na. Na. Hát szóval megy itt a munka ezerrel. Megy itt a munka ezerrel. Mi nem tudom, hogy mennyi, amit még itt hát kitartunk. Na mindegy, majd meglátjuk. Reggelizünk meg. Mai reggelim. Hát azt mondja, hogy előveszem saját tulajdonú damaszkuszi stílusú bicskámat. Szépen megint egy hát egy olasz pepper, hot pepperoni asztás szalámi, szeletelt szalámi. Hát nem egy nagy durranás. Meglátjuk milyen. Meg egy Galbani Italia olasz dolce latte. Dolce latte, kérem szépen. Dolce vita. Krém sajt. Hát jól néz ki. Hát jól néz ki. Ha? Ez szinte egy ilyen penészes sajt. Uha. Krémesnek néz ki. Na, nézzük meg ezt is. Hát, szalámi. Galbani nevezetű történeted. Húha. Látszik, ahogy belefúrtak a sajtba, és beleinjektálták a penészt, ezek a járatok benne. Penész járatok. Ott beleoltották ezt a zöld penészt. Nézzük meg. Jó, szépen.
Kérem szépen, elsőrendű. Elsőrendű. Nincs olyan jó, mint a hétfői francia sajt, de nem sorban marad el tőle. Szóval... Vannak ilyen nagyon furcsa gyümölcsös íze. Olyan, mint hogyha... hogy a vörös áfonya lenne benne. Egy olyan... mellékíze van neki. Pedig nincs rá írva, nincs benne, csak... egészen furcsa gyümölcsös íze van. Nekem nagy gyengéim ezek a penészes sajtok egyébként, de én ugyanúgy szeretem például a magyar márvány sajtot is. Azt tiszteltem. Bár ezek a krémesebb sajtok, nekem jobban bejönnek. Azonban az egyik király a Blue Castello. De most, amit hétfőn ettem, az a francia, mit tudom, milyen sajt volt. Na, az mindent visz. Ez sem rossz. Sőt, kiváló. Bátran ajánlhatom mindenkinek, Dolce Latte, Dolce Vita. Maradjuk annyiba, hogy az olaszok jobban járnak, hogy a sajtkészítésnél maradnának, nem pedig a gépek összeszerelésénél. Ez valahogy az a sajtkészítés jobban megy nekik, mint a gépgyártás. Valahogy. A gépgyártást nem kell kikerültetni. Finom. Finom, finom. Az olasz konyha egyébként is a kedvencem.
egyébként is azt mondom, hogy nagyszerű. Utolsó szép nagy falatot betolunk azba. Gyönyörű. Jó, penészes. Kérem szépen. Bálbáni 1882-től. Tegnap a portánál mindig van ember, ott van egy kis bozer ott elől, ott van az éjjeli őr, itt van éjjeli őr is. És három éjjeli őr váltja itt egymást. Feteték, mind a három fekete. Nagyon jó srácok, végtelenül jó gyerekek, nagyon rendesek. Az egyik, ugye van ott egy ilyen belítetési könyv. Belépéskor be kell írni a nevet, mivel jöttél, autóval, busszal, ebben-avval, kihez jöttél. Mi a szakmád, aláírni, és hogy mitől jöttél be. Ha kifelé megyünk, akkor ki bele kell írni, hogy mitől mentünk, hagytuk el a területet. És mindig este egy fiatal, fekete srác van. Ha megyek arra felé, már veszi a könyvet és írja be, hogy mitől lépett. Nem kell nekem beírni. Tari barátom, az anyám úristen, Tari barátom 6 óra 20-tól megjött. Ajaj, ez igen. Úgy látszik, ő is rájött arra, mert ott parkoló, ahol én, hogy előbb kell jönni, hogy parkolni tudjon. Nem baj ez. Tari barátom megjött. És srác, mondom, mindig írja be nekem már, nem kell beírnom, hogy mikor megyek el a területről. Ő már írja be automatikusan, úgyis én vagyok az első mindig. Pontosan tudja, hogy az első, aki a mai első aláírás beléptetésnél, az vagyok én. És adtam neki tegnap egy zacskó negrót. Mindig óva intenek tőle, hogy ne gyúlott adjak a feketéknek, mert az egy sértő, meg rasszista, meg minden. Ez egy ökörség. Ez egy baromság. Morning, Dennis! Morning, Tarik! How are you? Good, good. New hat. New hat. The hat? New. Yeah, that's... Brand new. Woos. And this one. Gentlemen. Gentlemen. I forget mine at home, yeah? I cleaned the car before, day before. Yeah. And then I put it in the side, under the trees. I forget it. I said to Laren. Yeah? He said, maybe I got there. I said, don't worry, I want to go check. Come early. Why? You. Because we have to lift that
at the crane base. Yeah. See that crane? Yeah, base. Yeah. I know. He called me last night. Yeah. If I can't come 6:30. Yeah. Yesterday, overtime, I take this longer steel, take there. Yeah, to that. Yeah, morning, maybe that steel. Alright. Today morning. Tarik. Easy, my friend. What's that? What's this, my friend? Hungarian traditional candy. Yeah? Yeah. Thank you very much. Is from this factory from 1920. 1920. Yeah. Very old, isn't it? Yeah, very old factory, yeah. It's very popular in Hungary. All right, yeah. This Negro name, you Negro name. Yeah. This idea, you know, is Pietro Negro. Pietro Negro name. All right, yeah. Pietro yeah. Negro, you know. It's very, very. This is cleaning the throat. Yeah. Cleaning. Yeah. Yeah. That's what I want. You. You're welcome. El szoktam mondani mindig egyébként a feketéknek is, de nem is szokták megkérdezni, csak hogy furcsa, hogy mindig azt mondja, mi van, az a neve, hogy Negro? Igen, mondom, úgy hívták, akinek az ötletéből ez kipattant, akinek az ötlete volt ez a Negro. Mondom, úgy hívták, hogy Pietro Negro. De sosincs ebből probléma, mert mindig hát Negrót ne adjak itt a Negrót, a feketét, mindig visszatérő ízé, de hülyeség, ökörség, semmiféle probléma ebből nincsen. Nagyon-nagyon szeretik az összes angol a feketét. Akinek én eddig adtam még Negrót, az mind azt mondta, hogy ez egy very, very, very nice, very good candy cukorka. Szóval nincs ebből probléma. Meg hát miért is lenne? Nem is értem egyébként ezt például azért nem értem, mert hát ugye azt mondjuk, hogy a nigger, meg még ha nigger szó esetleg még sértő is, akkor mi van azzal az országgal, amit úgy hívnak, hogy Niger Afrikában? Meg úgy hívnak, hogy Nigeria. Akkor az ott az nem sértő, mert nem rasszizmus, vagy hogy van ez? Tehát, ha azt mondod, hogy Niger és ez sértő, akkor a Nigerrel mi van? Mert Nigériával. Szóval nem is értem. Úgyhogy nincs ebben probléma, a srác is nagyon örült tegnap este. Adtam neki egy zacskó Negrót a portás gyereknek. És nincs ezzel baj. Nagyon népszerű egyébként a Negró. Ha valakinek adok, az mind sokáig még felemlegett, hogy milyen finom. Volt olyan angol építésvezető, aki jött hozzám másnap, azt mondja, hogy adtam neki, csak nem volt nálam sor, de egy szemet adtam neki. És jött másnap, hogy hol lehet ezt megvenni. Hát mondom, bazd már nem lehet megvenni, de hozok én neked holnap egy zacskóval. Mondom, talán magyar boltokból lehet kapni itt Londonban, de hát a magyar boltból is kevés van. Meg hát nem is biztos, hogy van ott Negró. Nem tudom. Szóval ezeknek az angoloknak egy normális cukor nincs, már mondtam sokszor. Normális cukorkák nincs, de a gumicukrot teszik állandóan, abból viszont van millió fajta gumicukor. Meg olyan fajta cukor van nekik, ami egy ilyen ragadós, ilyen leemeli a koronát a fogadról című történet. Undormány mind. Nehogy azt higgyük, hogy a bombonjaik jobbak egyébként. Oda vannak ebben a Tortons bombonnal. Fú, hát a Tortons bombon. Hát figyelj! Semmivel sem, mint bármelyik magyar bombon. Semennyivel sem jobb. Itt a bombonok közül, az ilyen csokoládé bombonok közül ez a Tortons, ami nagy divat, meg a másik Geil, én utálom ezeket a magyarókrémes szarokat. Eleve magyarókrémet utálom, na most van ez a belga csokir, tudjátok, ez a mindenféle ilyen tengeri kagylók, meg csigák, meg tengeri csikó, meg mit tudom, milyen formára van formázva.
és mogyorókrémmel töltve. Ez valami belga csoki egyébként, de ez nagyon népszerű itt. Ez a belga mogyorókrémes szar, mert a tortons. Na mindegyik egy ilyen semmi. Tehát ezt akármelyik magyar bombon vagy bombon kenterbe veri. Akármelyik. És akkor még nem beszéltem a mondjuk az izéről a szerencsi bombomegyről, ami az eredetiről beszélek, tehát nem arról, amit a mindenféle felé gyártak már ilyen utánzatként, hanem az igazi eredeti szerencsi bombomegyről beszélek, ami azért hát állítom, hogy az édességek királya. Állítom, hogy az édességek egyik királya. Ha már itt ilyen bombonokról beszélünk. Az a helyzet. Egyébként még, hogyha az olaszokról visszatérünk, és már édességről beszélünk, akkor ugye hát az egyik nagy kedvenc az olasz tiramisú. Van is otthon a hűtőben egy dobozzal, lehet, hogy este betromozva. Szóval a tiramisú az nagyon finom például. A tiramisú. Azért mondom, hogy a magyaroknak ilyen téren sincsen szégyenkezni valójuk, mert mind sütemények terén, mind édességek terén, klasszisokkal van ott vagyunk az élmezőnyben, klasszisokkal. Ugye hát a maradjunk nagyon, hogy a délfelé megyünk, ott a süteményeket már ne forszírozzuk. Elmondjuk töménycukor mind, és mondjuk a törököknek van ez a ilyen zselé beleforgatva a porcukorba, hát az valami borzalom. Na mondjuk az egyetlen ehető török édesség az a baklava. Az a baklava, néha Lidlibe lehet kapni baklavát. Az egy olyan vékony tészta, mint mondjuk az igazi magyar rétes tészta. Kicsit cukros, sok benne a cukor abban is, meg át van itatva szinte cukorral, de mégis az valahogy ehető, mert van benne tészta. Mert van benne tészta valamennyi. Szóval a baklava az még elmegy. De mondom, van a törösöknek ez a ilyen zselészerű kockák, azt az undormányt. És mondom, minél délebbre megyünk, ott azt veszed észre, hogy csak a cukor. Sütemények, édességek között. Ezért aztán nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyarok nagyon is ott vannak a szeren. Az angoloknak egyébként hozzáteszem, hogy van ezek az almás piték. Ez baromi népszerű, de vannak olyan, amely ilyen gyümölcsös pite is, ilyen kis kosárta-szerű cucc, olyan, mint egy kis kosárta, megtöltve vagy almapürével, vagy gyümölcsös pürékkel, gyümölcsös, aszalgyümölcsös cuccokkal, és ennek le is van fedve egy ilyen tésztával, tehát nem nyitott a tetején, hanem le is van fedve egy ilyen vékony tésztával, és azt árulják fillérekért. Azt hiszem, hogy Kipling termék, ha jól emlékszem. Legfőképpen. De talán van Fox is. Mindegy. Na, az nagyon finom. Hozzáteszem, hogy az angolok almás pitében nagyon ott vannak a szeren. Nagyon tudnak almás pitét csinálni. És mindegy, hogy milyen fajta, mindegy, hogy milyen az ott. Tökéletes. Tehát ebben ott vannak, tényleg. Tényleg. Jó, hát nem anyám almáspitéről beszélünk, ugye? Mert ez egy más műfaj, de ez mondom, ilyen kosárka-szerű, nagyon népszerű. Lányomnak nagy kedvence egyébként. Szoktunk vinni haza. Csomorot küldünk, akkor mindig küldök belőle, hogy viszek belőle haza.
jó pár dobozzal. Van a gyümölcsös is, mondom, mert van ez az, az igazi az almás pite. Úgyhogy... Meg a Lidl-ben vannak ezek a piték, ilyen szintén almás pite, ilyen almás párnának mondják talán Magyarországon, talán ilyen párnaszerű, ilyen elég nagy, ekkora, és alma van belül, alma, az is nagyon finom. Az meg a feleségemnek kedvence. Az a Lidlibe nagy csalódás van, és éppen nincsen belőle, mert az, hogy ott sütik, és melegen, frissen, nagyon finom van, a feleségem nagy kedvence. Úgyhogy, igen. Én mert az asszalt gyümölcsöket szeretem nagyon, de én általában azokra szoktam rámozdulni az asszalt gyümölcsökre. Én nagy kedvencem nekem a vörös áfonya, az asszalt vörös áfonya. A barack, szóval ezeknek a nagy kedvenceim. És itt az asszony gyümölcs az normális elérhető árban van. A töröknél azt hiszem egy kiló, hát is egy kilóban azért rengeteg van, egy kiló asszalt barack, az 2000 forint magyar pénzben. Morning, boss! Morning! Ez a bérnőt gyerek. Nincs már a Darren a művezető. Egy darabig volt egy másik művezető, az is lelépett. Elvezényelték, és úgy, hogy itt maradtam, ez egy román srác mérnök, Lorionnak hívják. És... Jó gyerek egyébként. A tarikra az egyetben jár korán, mert a konzolt bele kell tenni az alapba, ide kell hozni. Hát ő nem fogja tudni beletenni darukra hozzá, ha nem éri el. Na mindegy. Hát szóval ez van.